A Gemenci erdő Tolna megye és hazánk egyik legszebb tája, Közép-Európa legnagyobb ártéri erdeje. A hatalmas zöld területen rengeteg olyan helyszín van, ami az emberi szem számára csak fotókról ismert, és sok olyan pillanat van, ami az emberi szem számára láthatatlan. Hanol Gábor természetfotós kiállítása éppen ezeket a pillanatokat tárja a kíváncsi tekintetek elé. Ez a kiállítás körülbelül egy fél éve alakult ki, ugye akkor beszéltem a Jácinttal, hogy meg kéne csináljuk ezt az igazi gemences fotókiállítást. Ez a kép, ami itt van tőlem balra, ez a Gemencbe készült a Kesőüsi részen. Erre a képre konkrétan egy évig készültem, tehát kijártam, megkerestem a helyet, ahol a megfelelő napszakban megfelelő fények vannak, és van ez a mondjuk úgy berepülőág, és hogy megvárjuk azt a pillanatot, amikor a gém elstartol. Itt a képen lehet is látni, hogy még az új percei, és körmének a percei azok épp, hogy elhagyják az elrepülő madárnak az ágtól a lábát. A többi kép az szintén Gemencbe készült, a java az a láposabb részeken, ugye, de van itt a Dunapartról, Siópartról, a Sióparti makrovilágról vannak itt szitakötők, naplementéskép, bakcsó, halászó bakcsó, akkor készültek, vannak itt itató készült képek, ez egy ilyen speciális reflexüveges itató, ahol úgy történik a fotózás, hogy a fotós az bennül egy lesbe, előtte van egy speciális üveg, bent teljesen sötét van, az üveg az ilyen félig áteresztő üveg, így a madarat olyan közelről lehet fotózni zavarás nélkül, amit úgy egyébként, tehát az üveg rejteke nélkül nem lehetne megoldani ezt a műfajt. Ezt először Máté Bence alkalmazta, elég híres magyar természetfotós. Nála láttam először ezt a dokumentumfilmben ezt a technikát, és akkor arra gondoltam, hogy otthon is, mivel olyan helyen lakunk, ahol a madaraknak nincs megfelelő víz, én építettem egy ilyen lest, és akkor ott kezdtem el fotózni a madarakat olyan közelről, amilyen közelről itt lehet látni a képeken. Aztán jött egy következő szint, elkezdtünk kijárni a Gemencbe, ott is adott egy olyan lehetőség, hogy építettem egy ilyen reflexüveges lest, ez benn van a Gemencben, Taplós-Tószeg szélén, inkább úgy mondanám, ez egy látogatható hely, tehát bárki megnézheti, bárki megkereseti az interneten, lehet foglalni, lehet élni az a lehetőség, és bárkinek megadatik az, hogy hasonló jellegű képeket készítsen itt a Gemencbe. A Gemenc közelsége adta a lehetőséget ahhoz, hogy a Gemenc legyen a választott. Amint az előbb mondtam, hát 7-8 éve, de lehet már korábban is, elkezdtem fotózni, de igazából tükörreflexes gépen 8 éve fotózom. Kezdődött otthon, kicsibe, aztán jutottunk ki így többen a Gemencbe, és akkor elkezdtük bejárni Gemencet, Kesejűs, Taplós, Vízen, gyalog mindenféle módon, tehát teljes Gemencet. A természetvédelme fontos, a Gemenc esetében viszont kiemelten fontos, mert az emberek legtöbbször nem vigyáznak a környezetükre, és a Gemenc területére nagyon sok szemetet dobnak. Erre is felhívja a figyelmet Hanol Gábor kiállítása. Ha az ember eljön és körbenéz, akkor sok minden olyat láthat, amit mondjuk amúgy nem. Ha csak kisétál mondjuk egy túraútvonalon, mert ugye az egy járt útvonal, ott nem lehet. Ugye annyi ember jár, zavarja a madarakat, tehát nagyon gyorsan elrepülnek, eltűnnek a rejtőző állatok, tehát olyan szinten és mélységbe kell bemenni, és
kell türelemmel lenni, hogy hasonló képeket meglássunk, hogy tehát ahhoz rengeteg idő kell, és itt én úgy szoktam mondani, hogy a fotótechnikán túl, ami a legdrágább, az a rászánt idő, tehát utána az idő, a kreativitás, és utána jön az, hogy mennyi pénzt költünk magára a fotós masinára. A Gemencet járva igazából majd készülni fog egy olyan kiállítás is, reményem szerint, ami arra fog szólni, hogy a Gemencnek van egy olyan oldala, amit igazából nem látunk, vagy nem igazán akarunk látni, az a szemetes Gemenci rész, hogy mennyire elárasztott az árteret az emberek által kidobált és a víz által idehozott, lerakott szemetet a természet ugye kiköpte ide, és erről is kéne gondoskodni, hogy ezt eltakarítsuk onnan. Hanó Gábor tárlatát az érdeklődők május 17-ig tekinthetik meg Tolnán, a Magházban.